jöttél, elillant, amerre tartasz, sehol még. Az élet a kettő között van, a sorsból hangos ajándék. Születsz, hogy mesés álmokat építs, de inkább leépülsz. Ott állsz egy sorban feladni, belehalni készülsz. Számtalan koncert, 7 nagy lemez és több mint 20 klip után a Kovalszky meg a Vega zenekar új videóval kedveskedik a rajongói számára. Stábunk ott járt a forgatáson, és sok érdekességet megtudhatott a srácoktól. A beszélgetés végig nagyon jó hangulatban telt. Mi egyébként örülünk annak, hogy Debrecenben forgathatunk. Jó, meg vagyok. Semmi baj, mi megcsináltam. A helyszín az nem volt egyértelmű, meg nem előre eltervezett volt, hogy Debrecen. Azt tudtuk, hogy a Redline filmes srácokkal fogunk dolgozni. Kerestük a helyszínt azután, hogy megvolt már maga a forgatókönyv, és végül is ők találtak megfelelő helyszínt, ugye itt Debrecenben, mert hogy eleve a stáb az debreceni, úgyhogy igazából ez rajtuk múlt. Az, hogy Debrecenben többször megfordulunk újabb és újabb munkákkal, tehát mi talán van, aki tudja, hogy a lemezeket is itt vesszük föl Debrecenben, a Moszkitóval, a MMP stúdióban. Dolgoztunk már együtt a Pistiékkel is egyébként, tehát a most forgató stábbal is. Az más kérdés, hogy Pistiékkel is először forgatunk Debrecenben. Tehát Debrecen az először van, mint helyszín. A Varázsszavak című nótához készülő klippet egy debreceni fotóstúdióban rögzítették. Annyi biztos, hogy gyönyörű lányokkal, profi táncosokkal és humorral jócskán tarkított videó lesz. Már amennyire kulisszatitok az, hogy 2016-ban jelenik meg majd ugye a következő nagylemez, amit megint csak Debrecenben fogunk egyébként felvenni. És hát ez az új dal is, tehát a Varázsszavak is, meg még majd kettő is bemutatásra kerül a továbbiakban majd az év folyamán, de ezek már ugye arról a lemezről szólnak, vagy arra a lemezre lesznek fölvéve. Az alapötlet az tőlünk származik, tehát a forgatókönyv alapötlete, de azért nagy mértékben a kidolgozását már a Pistiék végezték. Annyi érdekesség azért, hogy az első olyan klip, ahol nem mi leszünk igazából a főszereplők. Tehát, hogy egy olyan klipet akartunk csinálni, hogy mit szerintem egy olyan 10 másodpercig, hogy benne leszünk, hála jó Istennek, ugye nem sok dolgunk volt itt ma. Viszont akkor jó nyakon öntenek. Ennyit elárulhatunk, úgyhogy első olyan klip tényleg, ahol így statisztaként a utolsó percekben hozzáteszem. Leszünk valahogy így. Igen, hozzáteszem, mondjuk mi szerettük volna teljesen kimaradni, hogy egy olyan jelenet sor legyen maga a klip, amiben a zenekar egyáltalán igazából benne sincs, aztán végül is a Pistiék ragaszkodtak ehhez, mégis lehessen kötni arcban is a zenekart a dalhoz, úgyhogy így mentünk bele. És egyébként hogy néz ki nálatok egy ilyen klipnek az eltervezése? Tehát először összeül a zenekar, ötletelgettek, kitaláljátok, hogy mit szeretnétek, és utána kerestek erre egy megfelelő stúdiót, egy megfelelő gárdát, vagy hogy is kell elképzelni ezt az egészet? A gárda, mint olyan, mostanában velünk már srácokkal bevált 3 klipet leforgattunk, vagy 4-et, úgyhogy biztos volt, hogy velük fogunk dolgozni, lehet 99%-ban. Ugye kész van a nóta, a szöveget ugye Kova megírja, és azért általában Kova szokott ezen agyalni, hogy körülbelül milyen lenne jó, milyen lenne olyan, amit még nem csinált a zenekar. És általában, minket kitalál ötlet, az általában működik. Tehát ha amilyen hülye vagy klipet konkrétan, azt kimerem jelenteni, hogy azt a klipet szinte mint a főrendező végig ott konstruálta, végig ott felügyelte, és azt lehet mondani, hogy ott, amit látnak az emberek, a munka nagy része. Hello! Tehát amit ott lát a közönség, az Kovának egy igen-igen jelentős munkának tekinthető. Tehát végig irányított az egész stábot. Ezt, mikor kitalált, hogy ilyen legyen, igazából, hogy meghallottuk, hogy visszafeleljen, lejátszva, stb., de majd a nézők ezt látni fogják, mindenki rábólintott. És utána már igazából ő egyeztetett a Red Life-a srácokkal, és amikor mi jöttünk, akkor már egy kész forgatókönyvet kaptunk. Aki járt már valaha Kovalszky meg a Vega koncerten, láthatta, hogy a srácok hatalmas energiával és örömmel zenélnek. Végig tombolják és ugrálják az egész fellépésüket. Vajon honnan van ennyi energiájuk? Mindenki sportol, mindenki vidám, vagy könnyen dolgozza föl a problémáit. Mondjuk ebben már gyakorlottak vagyunk. De jó, szeretjük csinálni. Tehát igazából meg abban a zenekaron belül is már voltak olyan problémák, meg olyan
feszültségek, szétválások, megint összejövések, hogy igazából már sok újat nekünk szerintem így zenekarnak nem tud már az élet, legalábbis bízunk benne dobni. Azt gondolom, hogy azok után, hogy mi újra együtt tudtunk dolgozni, annyira másként kezeljük egymást, annyira tudunk örülni minden egyes koncertnek. Nem sok koncertnek, még egy próbának is, ami ezelőtt nem volt ránk jellemző, tehát kb. Szök évben egyszer próbált a zenekar. Most meg tényleg az, hogy úgy csináljuk a új számokat és az új lemezt, hogy minden héten próba. És ezt is annyira tudjuk szeretni, meg annyira meg tudjuk besülni, hogy úgy gondolom, hogy pont ez a 2012 évvége óta történő közös munka, illetve amilyen stáb mögöttünk van a koncertszervezőnk, a sajtósaink, maga az a stáb, aki koncertekre elkísér minket, annyira összeforrott csapat, hogy úgy gondolom, hogy ennek a platina, vagy dupla platina, vagy teljesen minden milyen platinának az eredménye pont ez, hogy egymást amilyen szinten tudjuk tisztelni, meg amilyen szinten tudjuk már kezelni. Ehhez nyilván pár évnek el kellett telni, és ez egymás iránti tiszteletből ez így tud működni. Említetted ugye, hogy nagyon sokat koncerteztek, tehát nagyon sokat foglalkoztok a zenével, és hogyha nem a zenével foglalkoztok, akkor mit csináltok egyébként, mondjuk egy hétköznap? Hát akkor a zenével foglalkozunk. Hát többek között, mert ugye az soha nem áll meg. Tehát egyrészt az új dolog folyamatosan készülnek. Az megint más kérdés, hogy családja is van, majdnem mindannyiunknak. Hozzá kell tennem, hogy tehát maga az, hogy amíg a színpadra eljut az ember, vagy megjelentette egy nagy lemezt, az egy egészen kis része annak, hogy mennyi időt töltünk egyébként valóban a zenéléssel, meg egyébként egy zenekarnak a háttérszervezésével. Tehát azért az életünk java részét ezt teszik itt élni. Sokan talán nem tudják, hogy Kova jógaoktatóként is tevékenykedik. Mennyire juthat ideje erre a tevékenységre a zene mellett? Hát nevezzük inkább úgy ezt a elfoglaltságot, hogy óravezető. Mert egy jógaoktató az minden tekintetben, minden területen, életmódban is, meg mindenben sajátos életmódot él, egyedi életmódot. Én maradjunk annyiban, hogy vagyok egyrészről egy rocker, nem tudom milyen előadó, színpadi ember, meg emellett imádom a jógát. Nagyon szeretem, sokat is tudok róla, egyébként most idézőjelben, hiszen jó pár tanfolyam, nagyon sok év, ugye, meg szeretettel, nagy érdeklődéssel ebben a témakörben, úgyhogy egyébként valóban van egy csoport is, közel a lakóhelyem, akik egy folyamatosan bővülő csoport egyébként, akikkel sokat dolgozunk. De nem jut annyi időm erre, mint amennyit egyébként szeretnék. Másrészt, hogy meg jobban szeretem a zenét, úgyhogy jóval ez így. Színpadi emberként ki tudnátok elmenni egy olyan élményt ebből az utóbbi 10 évből? Akár egy koncertélményt, akár egy klipforgatást, amire nagyon szívesen emlékeztek vissza, és ami tényleg úgy igazán megmaradt bennetek. Hát ilyenből 5 milliót lehetne egyébként. Tényleg olyan, ami meg is maradt, tehát nem az, hogy így el kéne rajta gondolkodni, hogy úristen, most akkor milyen sztorival álljunk elő. De rengeteg van egyébként, nyilván mivel élmény együtt lenni, élmény a koncertezés. Hozzáteszem, ahogy látod, vagy amennyit láttatok ebből is, hogy egy ilyen klipforgatás is, pedig a hátunk közepére nem kívántuk korábban a klipforgatásokat, de az utóbbiakban egész jól, nem is egész jól, tényleg jó hangulatban telnek ezek a forgatások is, úgyhogy rengeteg sztori lehetne. Hát vannak persze minden zenekarnál különleges nagyobb koncertek. Ott nem is az az élmény, hogy most úristen, hogy mennyi ember volt, vagy, hanem hogy amennyi munkát előtte belefektetsz, mondjuk nekünk most jelen pillanatban a júniusban lesz a nagy budapesti koncertünk, hogy erre már tulajdonképpen január óta elkezdünk készülni, lejátszok a koncert, és utána, a koncert utáni 20 perc. Amikor leülsz, így átdumáljuk, hogy de jó volt, és akkor ott van egy valaminek a vége, egy elég komoly munkának az eredménye, gyümölcsét végül is így megérzi az ember. Úgyhogy ilyenekből tevődik össze, de hozzáteszem, mivel mi szeretünk utazni, és sok olyan koncert van, és ilyen ottalvós bulik vannak. Hát most azt azért nem mondanám, hogy ott mik szoktak történni, de azok, amik a buszban vannak, a rengeteget, tehát rengeteg nevetés. Tehát tényleg az van, hogy úgy turnézik a zenekar, főleg, hogyha most Morét idehoznám neked, és 5,5 perc alatt rőgölcsöt csinál neked, mert olyan az ember, maga a kisugárzás, ezt mindenki átveszi. Tehát ami régen, azelőtt nem volt a Vegába, az elmúlt 3 évben ez is így annyira becsúszott az életünkbe, hogy tényleg az egész koncertezés túrni a nagy röhögés. Úgyhogy így könnyű. Természetesen az is szóba került beszélgetésünk alatt, hogy a rockereket mikor láthatja legközelebb a debreceni közönség. Úgy volt, hogy csak a Campus Fesztiválon jövünk legközelebb Debrecenbe, de lesz beleszíktatva egy tavaszi is.
És hát amit egyébként nem Debrecen, de a debrecenieket is érinti, mert egy nagy olyan nyári koncertet, szabadtéri nagy koncertet tervezünk, ahol egyébként az új nagy lemezről, tehát a 2016-os új nagy lemezről, mert több dalt is szeretnénk bemutatni. Ez Budapesten lesz ugyan, de nagyon sok szeretettel várjuk ugye a debreceni barátainkat is. Ez június 12-én lesz a Barba Negra Trackben, tehát a szabadtéri nagy színpadon. Hát ennyi, szeretettel várunk oda is mindenkit, egyébként meg éjjel-nappal úton leszünk ebben az évben is.